Érdemes átnézni és szükség esetén módosítani az SZIA bevallási tervezetet. A jóvá nem hagyott tervezet az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfás magánszemélyek tervezetének kivételével május 22-ével automatikusan bevallássá válik. A NAV e-SZIA portálján már elérhetők a bevallási tervezetek. Akik rendelkeznek KAÜ azonosítóval, azok számítógépen, de akár okostelefonon vagy tableten is megnézhetik, kiegészíthetik tervezetüket, majd jóvá hagyva be is küldhetik. Azoknak, akiknek tavaly ingatlan bérbeadásból volt bevételük, most kell számot adniuk a jövedelmükről. A jövedelem megállapítással kapcsolatos bővebb tájékoztató elérhető a NAV honlapján, a 10-es számú információs füzetben. Akik tavaly ingatlant adtak el, azoknak hasznos segítséget nyújt a befizetendő adó kiszámításához. A NAV oldalán található kalkulátor és a 9-es számú információs füzet. A NAV webes SZIA kitöltő programját használóknak, ha kiegészítik, pontosítják a tervezetüket, fontos, hogy mentsék el a módosítást, és csak azután küldjék el a kiegészített tervezetet a NAV-hoz. Akik papíron adják be bevallásukat, akár személyesen az ügyfélszolgálaton, akár postán, azoknak alá kell írniuk a bevallást, különben érvénytelen.